Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag folytatjuk a hanganyagjavítása című rövidke kis videósorozatunkat. Az alapokról fogunk beszélni, azaz alap dolog, ezt mindenkinek érdemes ismerni, halk, de egyenletes hanganyagot szeretnénk javítani. Itt nagyon fontos, hogy halk anyagról legyen szó, és annak a kinézete, a grafikonja, a hullámformája nagyjából olyasmi legyen, mint amit én be fogok mutatni. Azaz, ez kizárólag az egyenletesen halk hanganyagról szól, és nem arról, hogyha vannak különböző egyéb hanganyagjaink, amik össze-vissza egyszer hangosak, egyszer halkak, az a következő részben lesz. Oké, hallgassunk is bele abba, hogy milyen halk ez az anyag, amiről beszélek. Egy rövidke 15 másodperces részt vágtam ki, majd menet közben ez lesz az, amivel ellenőrizzük a munkánkat, azaz a végén, mármint a tevékenység végén be fogom illeszteni a javítottat is, és össze tudjátok hasonlítani. Na, lényeg az, hallgassuk is az anyagot. Elátkozott délelőtt volt, mint a délelőttök legtöbbje ebben az évszakban a kontinens északi részén. Fekete hátú lusta felhők húztak el a kikötő felett, ködbe borították a világító tornyot, majd elszakadva tőle felröppentek a dokkok fölé magasodó hegycsúcs tetejére. Ahogy az előbb is hallottátok, illetve remélem a hullámképen is látjátok, ez az anyag halk. Mit lehet tenni? Természetesen hangosítani kell, egy normális szintre hozni a hangerőt. Ehhez több lépést fogunk elvégezni, de a lépések ugyanazok. Azaz, első körben el kell gondolkodni azon, hogy milyen eszközt szeretnél használni. Többféle hangosító lehetőség van az Audio City-be. Én jellemzően a normalizálást használom, azaz emeljük fel egy bizonyos szintre a legerősebb hangot, és azzal együtt hangosítsuk a többit is ugyanolyan arányba. Azaz hatások, normalizálás. Megkeresik a normalizálást, és azt mondja, hogy légy szíves kijelölni az egészet, ezt általában elfelejtem. Kontrollalval kijelöljük, hatások, normalizálás. Meg kell adni, mennyi lehet a maximális mínusz decibel, azaz a 100%-ból 2 darab decibellel halkabb anyag lesz a maximális érték, itt legyen. A múltkor megbeszéltük, hogy ennek az értéknek van egy olyan szerepe, hogy egy határvonalat húz ki a maximális és a nálunk elhangzó leghangosabb hang között. Érdemes 1 vagy 2 vagy 3 decibellel halkabbra venni az anyagot, mind a maximális elérhető, így biztosan nem vezéreljük túl a hangfalat, nem fog recsegni pluszba a hardware hibája miatt az anyag, azaz gyakorlatilag ezt az értéket szoktam én használni, mínusz 1 vagy mínusz 2-t, leokézzük. Lefut, gyakorlatilag pár másodperc alatt leszokott futni. Itt ez másfél órás anyag, vedd figyelembe mindenképp az, hogy ez hosszabb anyag, nem egy 5 perces vagy 3 perces audio anyag. Lényeg, mit látunk? Hangosabbak lettünk, gyakorlatilag azt látjuk, hogy vannak kiugró tüskék. Ezeket a tüskéket el kell tüntetni. Mi okozhatja ezt a tüskét? Az, hogyha P, B, egyéb ilyen hangokat használunk beszéd közben, az erőteljesebb hanghatás miatt egy levegő áram keletkezik, egy erőteljes levegő lökés keletkezik a P, T, B és egyéb ilyen betűktől, amit a mikrofonba egy kiugró tüske fog jelképezni. Ezeket nem szeretnénk így meghagyni. Általában azt szokták mondani, hogy használjál popfiltert, egy jó minőségű popfilter, egy ilyen harisnyaszerűség a mikrofon előtt ezeket a hangokat ki fogja neked szűrni, de nem mindig. Itt sem szűrte ki mindig, gyakorlatilag mit kell tenni? Ezeket el fogjuk távolítani. Limitálni szeretnénk a maximális tüskeméretet, limitert megkeressük, valahol ott lesz a legalján, és beállítjuk. A mínusz 8 decibel egy ideális. A mínusz 8-as beállítás egy viszonylag durva beállítás, de lehet látni, hogy a tüskék magasak, és a normál hang viszonylag alacsony, azaz levágunk belőle egy jó adagot, általában egy normál hanganyagnál. Ha szeretnénk limitálni, hogy ne legyen túl hangos, és 1, 2, 3, 4 decibellel
lelimitáljuk a maximális hangerőt, akkor az 1, 2, 3, 4 itt nagyon megfelel, a 8 elég durva. Azt is el kell mondanom, az emberben megindul az a gondolat, hogy leszeretnénk limitálni rögves 10-12 decibelt, és akkor az összes tüske el fog tűnni, és gyorsabban végzünk. Ezt ne tegyétek! Mindenképp több lépésbe, ahogy én mutatom, úgy limitáljátok, és utána normalizáljátok a hangot. Ahogy mutattam, ez jobb eredményt ad, mint egy durva normalizálás, utána egy erőteljes limitálás, és újra normalizálás. Hosszabb ideig tart, de jobb eredményt ad. Oké, halkak vagyunk, megint egy kicsit normalizálunk, okézzuk, itt nem igazán fűznék magyarázatot, megint megvannak a tüskeink, mert újra kiugrott a maximálisig, és bizony a limiterrel megint levágjuk, mert nem szeretnénk azokat a tüskéket ott látni, el fog tűnni a nagy része, levágjuk. Egy kicsit várni kell, nyilvánvalóan lefutott, megint egy hatást alkalmazunk, természetesen egy normalizálás, ugyanazzal a beállítással, és már látható, hogy már nincs olyan nagy különbség a maximumok, meg a minimumok között, ha szeretnél még egy limitálást elengedni, megteheted, de én úgy gondolom, hogy ezzel a hanganyaggal egyszeri-kétszeri hallgatása bőven végeztünk, és már a hangzás jó, meghallgathatjátok, most beteszem az eredményt, ugyanazt, mint az elején, meghallgathatjátok, hogy mennyivel másabb. Elátkozott délelőtt volt, mint a délelőttök legtöbbjében az évszakban a kontinens északi részén. Fekete hátú lusta felhők húztak el a kikötő felett, ködbe borították a világító tornyot, majd elszakadva tőle felröppentek a dokkok fölé magasodó hegycsúcs tetejére. Még egy teendőt érdemes elvégezni olyan hanganyagnál, amit nem te vágtál meg, nyilván, hogyha egy hanganyagot megvágsz, akkor nem hagysz benne szüneteket, csöndeket, hosszadalmasabban, mint ahogy neked kell, de előfordulhat, belenagyítok, hogy vannak benne hosszan tartó csendzónák, ami hát bizony zavaró. Nem ilyen rövidke kis csendekről beszélek, hanem hosszabban tartó csendekről, ami két fejezet, két zeneszám között elő szokott fordulni, illetve sok anyagnak az elején van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 másodperces csend is, amivel valamit kell csinálni. Ezt vagy kézzel megkeresgéled és kivagdalod, az egy rettentő és unalmas munka, de jó szórakozás, elmegy vele az ember ideje. Vagy rábízod a gépre, kijelöljük a hanganyagot, nem felejtjük el, mert én mindig elfelejtem, hatás és a csendet csonkolni szeretnéd. Megmondod, hogy mi szerinted a csend. Ő szerinte, ami mínusz 20 decibel, tehát a maximumnál halkabb 20 decibellel, ez bőven eltalálja a csend fogalmát, és hosszabb, mint 0,5 másodperc, ő lesz a csend. Ha nagyon halk az anyagod, ezt feljebb, illetve lejjebb, mínusz 25-re is, mínusz 30-ra is veheted, hogyha pedig azt szeretnéd, hogy a 0,1 másodperc, az nagyon rövid idő, annál hosszabb csendeket is megtalálja, azonosítsa, mint csendnek, akkor itt átállítod. Két lehetőség van, vagy a felismert csend csonkítását válaszol, és megadsz neki egy maximális értéket. Azaz, hogyha talál egy másodperces csendet, akkor 0,5-re változtatja. Ha két másodperces csendet talál, akkor is fél másodpercre csökkenti. A másik lehetőség a felismert csend csonkítása helyett a csendet tömöríted. A csendet úgy tömöríti, hogy talál egy másodpercet, és ide 50%-ot állítasz be, akkor az egy másodperces csendből csinál neked fél perceset. Két másodpercesből egyet. Ha az a gyanút, hogy van hosszabb csend, mint ami mondjuk ilyen 1-2 másodperc, és ott normálisan működik a tömörítés, mondjuk van bent 10 másodperces szünet, akkor természetesen ezt többször le kell futtatni, hogy normálisan 1-2 fél ehhez hasonló másodperce összetömörítse a csendjeidet. Én általában a csend csonkítását szeretem, így minden fél másodpercnél hosszabb csendből csinál
fél másodperces csendet leokézzuk, és le fog futni. Ez hosszabb, rövidebb ideig futni fog. Hosszú anyagnál, sok csendnél hosszabb ideig fut. Rövidebb anyagnál, rövidebb idő alatt végzünk. Ennyi. Gyakorlatilag a hang minősége megmaradt, mármint az erőssége és dinamikája, csak a csendet szedte ki. Nekem volt olyan hanganyagom, amit úgy rakott össze a készítő elég trehány módon, maga a felolvasás, maga a hanganyag jó volt, de a vágással voltak problémák, hogy a 2 órás hanganyagból 1/4 órás csend kivágása történt meg, és ennél rosszabbakat is láttam, de avval én nem szoktam foglalkozni. Ezután már csak menteni kell, exportálni, és utána már lehet hallgatni az anyagunkat egy javított, hangosított, csendmentesített, rövidített anyaggal fogunk dolgozni, azaz örülünk neki. Meghallgatás után még egy dolgot érdemes tenni, ha tetszik ez a metódus, amivel ezeket a műveleteket elvégeztük, akkor természetesen érdemes lenne valahogy ezeket eltenni egymás utániságba, és rögzíteni, hogy a következőnél csak megnyissuk az anyagot, automatikusan elvégezze ezeket a feladatokat, ne egyesével kelljen ezeket megtenni. No hát ezt is meg tudjuk oldani. Az előző rész végén ígértem még egy teendőt. Megnézzük, hogyan lehet skriptesíteni, azaz egymás után elvégeztetni a géppel ezeket a műveleteket. Itt makrónak hívják, és a tools eszközök között lehet megtalálni makrok. A makrok, vannak különböző makrok, amiket gyárilag beleraktak, azt hiszem 2, de ahogy látni, én készítettem többet is folyamatosan, hogyha van egyforma hanganyag, amit ugyanazokkal a műveletekkel szeretnél javítani vagy rontani, azokat makrosíthatjuk, és automatikusan elvégzi a gép. Új makro, és ennek lesz a neve, hogy teszt, jó, mert nem szeretném, hogy a sajátjaim közé bekerüljön, azaz ezt a metódust én már másképp leszkriptesítettem, de példának ez nagyon jó lesz. Hozzá kell adni beszúrás, mit tettünk? Az első gondolat az, hogy előtte kipróbáljuk, majd a makrót megírjuk, és utána természetesen megnézzük, hogy ugyanazt az eredményt kaptuk-e. Azt fogjuk kapni. Első körben normalizáltunk, megkeressük a normalizálást, és normalizálás ugyanazokkal a beállításokkal fog belekerülni. Oké, utána megint normalizáltunk, 3-szor normalizáltunk, be fogjuk egymás után rakni a normalizálást, természetesen majd közé beszúrjuk a teendőket, amiket ott elvégeztünk, azaz a limitálás. Még egy normalizálást felveszünk, még egy normalizálást beszúrunk, megvan mind a 3 normalizálás, majd 2 darab limitálásra lesz szükségünk. Limiter, oké, még egy limitert be fogunk rakni, és utána majd sorba rakjuk. Limiter, oké, és még kell nekünk egy csend csonkolása is, és oké, arra nagyon figyeljetek, lefuttatod a javítást, megjegyzed, hogy milyen sorrendben mit végeztél el, és utána elkészíted a makrot. A makróba úgy fognak belekerülni a beállítások, amilyen az utolsó beállítás volt. Azaz, hogyha szeretnél rajta változtatni, mert az első normalizálás -1, a második normalizálás -15, mondtam egy durva számot, értékkel történt, akkor hogyan lehet megváltoztatni a normalizálás, vagy akárminek az értékét? Kiválasztod, és szerkesztés, és beállítod, grafikusan nem kell semmi egyebet tenni. Tehát első lépés normalizálás, limitálást oda tegyük, normalizálás, utána mozgatjuk a limitert fölfele, majd normalizáljuk, és utána a csend csonkítása ott maradt fölülről lefele, a vége az utolja, a 0-1 az eleje, oké, leokézzük, és nem történt semmi. Természetes, mert a makrót futtatni kell, azaz megnézzük, hogy valóban ezen a fájlon szeretnéd futtatni. Igen, valóban ezen a fájlon szeretnéd futtatni, majd eszközök, makró és a teszt, igen, szépen megvan minden, és a projekten, a megnyitott fájlon szeretnéd futtatni. Ha több fájlon szeretnéd egyszerre futtatni, bezárod a jelenlegi projektet, tehát nem lehet nyitva semmi, majd a fájlokra kattintva betallózod. Nézd meg,
Most nem tudom megmutatni, mert nyitva van a projekt, amit használunk, amit javítunk, hát bizony az előtte be kell zárni, de kipróbálhatod. Én nem szoktam több fájlon egyszerre egy-egy makrót lefuttatni, szeretem látni, hogy hogyan néz ki. Előfordulhat egy sorozat közepén, ott van egy máshogy kinéző, és azon csak rontasz, ha ugyanazt a makrót futtatod, bár ezzel a makróval nagy balhét nem tudsz csinálni, hiszen egy limitálásból áll, normalizálásból áll, tehát semmi durva beavatkozás nem végzel, ami nagyon-nagyon nagy extrém értékekkel történne, azaz a projekttel lefuttatjuk. Én nem fogom megvárni azt, hogy lefusson, hanem fogom és elindítom, majd átugrunk a végéhez, hogy lássuk, hogy ugyanazt kaptuk-e. Oké. Okay. Látható egyébként, hogy folyamatosan megnyitogatja az ablakot egymás után, nem kell semmit csinálni, nem kell idegeskedni, egymás után elvégzi a feladatokat, várni kell. Miután lefutott a script, leokézzuk. Ahogy látni, pontosan ugyanolyan kinézetű fájt kaptunk, ugyanolyan a hangképe, gyakorlatilag nincs semmi egyéb teendőnk, lementjük, majd utána megnyitjuk a következő fájt, amin ugyanezt a scriptet, ezt a makrót, hogy úgy mondjam, szeretnénk futtatni, és utána semmi egyéb teendőnk nincs. Nagyon gyorsan, hatékonnyá tudja tenni a munkánkat, ha odafigyelünk, azaz nem úgy működik, hogy legenerálunk egy scriptet, mert az első fájlon ez nagyon jó volt, és utána mindenen azt használjuk, nem, megnyitjuk, megnézzük, ugyanúgy néz ki, igen, ezt a műveletet el lehet végezni, igen, és utána futtatjuk a scriptet. Ha több scriptet készítünk, a munkánkat nagyon-nagyon fel tudjuk gyorsítani. Azaz, mi volt a mai téma? Gyakorlatilag felhangosítottunk és javítottunk egy audiofájlt. Ez viszonylag nagy audiofájl volt, és több lépést kellett elvégezni. Egy normalizálással megismerkedtünk a limiternek a használatával, illetve a csendet, a felesleges, üres helyeket, a szüneteket kivágtuk, és lecsonkoltuk arra az értékre, amire szerettük volna. Ez volt a mai téma. A következő részben más lesz, mindjárt el is fogom mondani. A következő részben több hangerőt tartalmazó anyag manuális javítása lesz a célunk. Ahogy lehet látni, az előkészített anyag eleje halk. Beállítod a hangerődet a gépeden és hallgatod, egyszer csak elkezd üvölteni. Hangosabb lesz, minimum dupla olyan hangos lesz, majd utána ezek a tüskék belekiabálnak a füledbe, itt egyre erőteljesebb lesz ilyen hullámzás után, majd egy úgy nagyjából normális hangerő fog előkerülni, azaz itt, meg itt minimum változtatni kell a hangerőn. Hát ez így nem jó. Tehát, hogyha én hallgatok valamit, jellemzően egyéb tevékenység mellett, akkor ne kelljen azzal babrálni, hogy én hangosítok, halkítok és belepiszkálok, hanem legyen végig egyforma, dinamikus, de nagyjából egyforma hangerővel ellátva, hiszen nekem nem az a célom, hogy a géppel a beállításokkal piszkálódjak, hanem az anyagot szeretném meghallgatni. Na hát mindenkit várok a következő részbe is. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!